A feladatunk az az, hogy ezeket a szervezeteket, ezeket a hivatalokat, ezeket az önkormányzatokat a különböző lehetőségek szerint próbáljuk meg koordinálni, velük együttműködni, és azokat az irányokat megmutatni, amivel tulajdonképpen a megyét erősebbé tudjuk tenni, és katalizátorként tudunk működni. Ez a jelen program, ez pont erről szól. Ribányi József a Tolna megyei önkormányzat alelnöke nyitotta meg a Tolna megyei felzárkóztatási fórumot, ahol az Európai Unió által finanszírozott projektben lejlő lehetőséget vették végig a szakemberek. A projekt célja a megyében élő leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatása. Forgács István roma ügyi szakértő azt mondta, egy ilyen fórum és egy ilyen projekt alkalmas az együttműködések kötésére, párbeszédek kezdeményezésére, például atomerőmű bővítésben rejlő munkaügyi piacok lehetőségek kiaknázása, vagy éppen annak érdekében, hogy a roma fiatalok kisebb arányban essenek ki a szakképzésből, ami jelenleg komoly probléma szerinte. Nagyon szeretném, ha tudnánk foglalkozni, és a szereplők ezt kérdésköré tennék a családon belüli erőszak témakörével, a nagycsaládosok helyzetének a megsegítésével, vagy a megyén belül a munkahelyteremtéshez kapcsolódó bármilyen olyan feltétel jobbá tételével, ami, ahogyan mondtam, segíthet, de ehhez ezeknek a szereplőknek, partnereknek meg kell találniuk a közös hangot. Forrai Nécsete Emília projekt felelőse a fórumon bemutatta az elmúlt egy év munkáját, és kiemelte, a projekt keretében érzékenyítő tréningeket tartanak az önkormányzatoknak, és közösségerősítő rendezvényeket tartanak a településeken. Olyan programokkal, előadásokkal, ahol azt erősítjük, hogy az ő közösségeiket miként tudjuk jobbá tenni, illetve hogyan, milyen eszközöket tudnak felhasználni. Szeptember végéig elkészül az a szolgáltatási úttérkép, ami megmutathatja a hiányosságokat, vagyis az, mely pontokon nem kapcsolódnak egymáshoz a szolgáltatások. A felzárkóztatás érdekében egy információs rendszert is felállítanak a jövőben. A projekt célja, hogy minden csoport, minden társadalmi réteg egyenlő eséllyel induljon a munkaerőpiacon és az oktatásban.